Az állatkertben a medvék zártságban élnek, szűk területen, rácsok között, betonon. Ennek megfelelően viselkednek. Vagy körbejárnak, vagy ringatóznak, ez így csak fekszik. Olyan szerencsétlenek, hogy aki megközelíti, szomorúvá válik. Ezek a medvék nem látnak vidámságot a szemekben, nem hallanak nevetést. Az emberek lesajnálják őket, és a megjelenésük néha megvetést fejez ki. Witam Państwa w Ości Beresz Egyház pod Budapesten. Nazywam się Arkadiusz Karski, jestem nauczycielem. I teraz będziemy robili szwęk z misia na misia i będę opowiadał. A farmon körülbelül 30 medve lakik. A terület berendezése változatos. Természetes körülmények között a medvék természetesen viselkednek. Mindannyian réges-rég coming out-oltak. Mit jelent az, hogy coming out? A coming out az előbújás, a szabadság, az életvidámság. Nézzétek! Mindegyik medve mást csinál, és mindegyik azzal foglalkozik, amihez kedve van. Annyit futnak, amennyit akarnak, annyit esznek, amennyit akarnak. Pancsolnak és boldogak. A gyerekek macitól macihoz futnak mézes kanalaikkal. A gyerekek nem különböztetnek meg, nem nézik azt, hogy melyik medvének milyen füle van. A gyerekek nem ismerik az előítéleteket mindaddig, amíg el nem kezdjük beléjük beszélni ezeket. A medve egy olyan intelligens állat, akinek a valóságos potenciálja, a nagyszerűsége csak szabadságban, az előbújás után bontakozik ki.